Oroszország fokozta a nyomást a frontvonalakon, és Moszkva azt reméli, hogy a Kijevnek nyújtott nyugati támogatás jövőre összeomlik. Ezt mondta Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a G7 vezetőivel tartott virtuális találkozón. Putyin azt tervezi, hogy egy újraválasztási színjátékot rendez egy újabb elnöki ciklusa, és lecsendesíti a háborús eredményekkel kapcsolatos növekvő orosz elégedetlenséget, miközben újabb erőket mozgósít a frontra, fogalmazott. Az amerikai elnök pedig arról beszélt, hogy a republikánusok a kongresszusban hajlandóak megadni Putyinnak a legnagyobb ajándékot, amit csak remélhet, és feladnák globális vezető szerepünket, nem csak Ukrajnában, hanem azon túl is. Ha Putyin elfoglalja Ukrajnát, nem fog ott megállni. A támogatásunk akadozása vagy elmaradása Ukrajnának egyértelműen Putyin pozícióját erősíti, mondta Joe Biden. Az amerikai törvényhozóknak még ebben a hónapban jóvá kellene hagyniuk az ukrajnai háborús erőfeszítések további finanszírozását.